2140 darab napelemet számlál a most telepített 500 kW-os napelempark Szabolcs községben. A Szabolcsi Szélenergetikai Kft. Beruházása 190 millió forintból valósult meg a településen. A vállalat az új parkkal a magyar áramtermelésbe kíván bekapcsolódni, de a térségben megvalósuló turisztikai beruházások és a megyei klímavédelmi stratégia szempontjából is kiemelt fontosságú a megújuló energiaforrásra épülő kis erőmű. Az állam egy garantált átvételi rendszerben vásárolja meg több mint 20 éven keresztül ezt a villamos energiát, energiahivatal által megszabott árakon. A cég partnere egy konzorciumnak, egy társulásnak, illetve a megyei klímastratégiai védelmi kerekasztalnak is a részesei vagyunk. Hát ott még stratégiáról beszélünk, ugye itt pedig a valóságot próbáljuk realizálni. Az új CNC megmunkáló berendezés is munkába állt. A napelempark mellett a Makrovet Kft. Új gépegységét és üzemcsarnokát is átadták Szabolcs községben. Az autóipari gyártással foglalkozó vállalkozás mintegy 300 millió forintból valósította meg fejlesztését. A beruházásra a piaci igények változása és a cég versenyképességének javítása miatt volt szükség, de a tervek között szerepel az is, hogy a vállalat képzőhelyként is működik majd. Egyrészt a cégnek a versenyképességét a piacon stabilizálja, másrészt van egy olyan nem titkolt szándékunk, most induló újabb pályázatos programok keretében lehetőség nyílik képzésre, átképzésre, vagy a duális képzésbe való részvételre, és úgy gondoljuk, hogy ez a technológia, ez egy csúcs technológiának számít. Ennek keretében talán reménykedhetünk még olyanba is, hogy képző pont vagy bázisként fogunk a jövőben majd prosperálni a megyébe. A mostani beruházások azt mutatják, hogy érdemes a térségben élni, fejleszteni és megújuló energiaforrásokat használni. Ezt már Vinnai Győző mondta az ünnepélyes átadáson. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a fejlesztések a foglalkoztatottság növelésében is jelentős szerepet töltenek be. Közismert az, hogy a magyar kis és közepes vállalkozók a munkahelyek kétharmadát adják Magyarországon, és különösen ebben a térségben, itt Témár, Szabolcs, Balsa, Gávencselő térségében fontos a munkahelyteremtés. Mindenütt fontos, de itt egy sikertörténetről beszélhetünk, hiszen nagyon jó technológiával dolgozó cégről van szó, a Makrovelt Kft., magyar Kft., magyar vállalkozás, tehetséggel, szorgalommal, kitartással, a legmodernebb technológiával szolgálja ki a külföldi piacot. A mostani beruházással 8 új munkahelyet teremtett a vállalat.